Na, sziasztok! Oi, eu não vi tudo isso. Pillanat. Jaj, lehet, hogy kékszálltam egy engedélyezést. Nem tudja leellenőrizni, hogy eredeti az izégém. Ah, itt van a baj. Töröl. Igen. Töröl. Igen. Kimenő szabályok. Pillanat türelmet kérek. Nincsen az... Nem. Ha is most kell rányomni egy elérhetőség engedélyhez, és most már jó lesz. Quit. Intel indítom, futtat. Annyi a lényeg, hogy jött egy új update. A géphez, vagy a gamehez, így muszáj vagyok vele játszani, méghozzá egy autós update. Primer Life Simulator. De miért van letiltva? Akkor ezeket letörlöm. Akkor majd újra lehetővé teszem az elérhetőséget. Mert ez így nem jó. Hello Flex 2020GG. Ne menjél még el! Tudom, szerencsétlenkedek itt. És meg se kérdezte a tűzfal. Aha. És akkor mi a bajod? Kimenő szabálynál lenne a baj. Még ne menj el pillanat. Ezért lenne jó megvenni pár játékot, és csak megvenni ígyék. Na, mi a bajod? Ez így nem jó. Akkor végleg letörlöm ezeket a Simen Life-osokat, azt akkor megpróbálom újra. Beszól nekem, hogy VPN ezek. Az a baj, nem fut VPN a gépemen. Nincs is VPN-ettem. Kicsit lentebb ürítem a RAM-ot. Jó, akkor most indítom el. Na, ja, és azért játszunk ma is ezzel a gimmel, mert kijött egy új update, és lehet most már kocsikat venni. Elérés engedélyez. The version call not verified. Please download the update with Steam. Please check your internet. Ekkor új szabály. Program. Streamer Life. Mennyit tovább engedélyez a kapcsolatot. Mindent. És újra elindítom, és remélem úgy már jó lesz. Eci! Engedj!
Mivel van a bajod? Jaj, lehet, hogy nincs benne a Steam Crack. Ezen elgondolkodtam. Várjatok pillanat, belerakok egy Steam Cracket. Green. Gyerekek, ezért érdemes megvenni a játékokat. Nehogy úgy járjatok, mint én. És hogyha nem fut el, akkor itt a fájllal van a baj. Itt már nem tudok mit csinálni. Ez a probléma. Lehet, hogy kijevőt is hozzá kéne adnom. Fuck. Ok. Tovább. Engedélyezze a kapcsolatot. ST. Befejez. Hogyha most nem indul el, akkor nem tudok mit csinálni. Nem tudok mit csinálni, király. Akkor még annyit tudok max csinálni, hogy eljövök ide. Meg up, és innen is leszedem. Vagy lehet, hogy... Na, várjunk. Lehet, hogy véletlen benyomtam egy VPN-t. Nem lehet VPN. Beállítások. VPN. Csatlakozás. Csatlakoztatva. Csatlakozva VPN-hez a PC-m. Internet, ide vagyok felcsatlakozva. Valakinek valami ötlet, mert nincs benyomva a VPN. Most kinyomtam mindent. Még a proxikat is kinyomtam. Most egyáltalán nincs még VPN, engedélye sincs a játéknak. Nem vagyok internethez connectelve, még mindig ezt írja. Ez úgy baj. Mikor letöltöm még meg ápról, ha úgy nem lesz jó, akkor nem tudok mit csinálni végleg. Crack nem működött, engedélyezések. Van itt play. Hogy ennek is kéne engedélyezni, és akkor jó. Szia. Ezt nem mondom el. Tehát vannak bizonyos dolgok, amelyik kérdést nem itt kéne felrakni. Nem van a baj, hogy itt engedélyezze a kapcsolatot, alkalmaz. És itt is rányomok, hogy engedélyezze, alkalmaz, és most már minden engedélyezve van számára. Mindig nem jó. Rendszergazdag engedélyt kapsz. Így se jó. De most átírhatnám magának, hogy legyen engedélye hozzá nyúlni, de nem. Engedélyezve van a minden. Megápról nagyon lassan akarja leszedni. Akkor engedélyezem az összes programját. Ez is engedélyt kap. ST1. Befejez.
Futtat. Még azt tudom megcsinálni, hogy létrehozok itt egy olyat, hogy egy mappát, és ebbe belemásolgatom a kódokat, és lecserélgetem azokat a exe fájlokat, amik a update-tel kapcsolatosak, ezeket. Ctrl-C-zem. Ide beillesztem. Majd egy működő verzióból, mondjuk az 1.3.2-esből, kiveszem az exét, és ezt. És azt is berakom, és most létrehoztunk itt egy... hát egy új verziót kb. Ami remélhetőleg már működik. Azzal van a probléma, hogy a játék nem akar elindulni, mert azt írja, hogy nincs internet kapcsolat, vagy VPN van. Átnéztem, még kis nyomtam a VPN-t. Hogy sehogy ne tudja VPN-ezni a gépet semmi. Csak tisztán rá vagyok konnektelve egy wifi routerre, és még úgy se. Jó. Elindítottam. És nem akar elindulni. Na, az már biztató. Ez, hogy offline. F-öt. Na, hát végleg bugos a net. Akkor zárd be. Valakinek bármi ötlete, aki ért a crackeléshez, nem kérhet moderátort. Úgy is átvágsz. Vannak moderátoraim, majd ők rendezik, hogyha baj van. Most elindult, na ez a probléma. Nem érzékeli az internet kapcsolatot. Anélkül streamelni se tudnák, tehát már itt megbukott az egész, hogy nincs internet kapcsolat. Tűzfalat átnéztem, engedélyezve van neki minden. Minden engedélyezve van neki, és nem akar lefutni. Mert ez melyik verzió? Ez az 1.2-es pedig. Ja persze, hát így néz ki a játék. Itt vannak a Steam crack-ek, a ikon, ezek a mappák, a fő mappák. Itt a parancsikon, ez egy crash-es valamivel kapcsolatos, és itt vannak a déták. És azt próbálom, hogy létrehozok egy saját verziót, ahol csak azok vannak bent, amik... tehát a jó dolgok. Egyet kihagytam, például... A 1.3-asból be vannak rakva ezek a fő playeres dolgok. Már az ikont kivásolom még. És ezeknek már alapból van engedély, és nem indul, és jól fognak indulni. Csak nem tudom, hogy fogja érzékelni a verziót. Reméljük, hogy jó lesz. Először csinál. Elindult végül is. Egy nincs probléma. De így se fut le. Akkor viszont már nem tudom, mi van itt. Még megápról próbálom leszedni, de hogyha ott sem működik, max a régi verzióban játszik.
De játszunk tényleg a régi verzióból. Ha elengedi indítani. Eddig biztató jeleit látom. Ja, már el is indul. Tehát, hogy így nincs vele semmi problémája. Tényleg, mi van, hogyha... Várjunk. Visszajövök. Ezt megnyitom. Nem kérem a data dolgokat. És egy régi verzióban, amit már úgyse használok, kitörlöm a hulladékot. És bekontrollvézem a fő dolgokat. Így már mindenre van, már az a játék már létezett, futott, jól működött. És hogy láttam, baj van a megvilágítással. Túl erős lenne, ja túl erős most. Így. Hát kb. Kb. Na, valakinek valami bármilyen ötlet, miért nem fut le jól a játék új verziója? De akkor lehet, hogy megyek valami más játék addig, hogy játszunk a régi verzióval. Vagy addig gyors mutatok nektek egy crackmut tutoriált, ami általánosságban működni szokott. Feljöttök. Ide. IGG kötőjel gomes.com. Ide beírtok mondjuk egy játék címet például, ami működik, mondjuk Startup Company, senki nem ismeri biztos, de ez például egy jó példa. Ide feljöttök, erre rányomtok, lejöttök, Mega NZ, kivárjátok az 5 szekket. Ha nincs adblockered, akkor vigyázz a hirdetésekkel. Klik hír, majd a megnyitott a tablakot, bezárjuk. Majd újra, és mikor elkezd újra tölteni a web, akkor vagyunk jó oldalon, majd downloading, és a letöltött fájlra jobb klikkelünk, és kibontás, és a program neve. Utána megnyissuk a mappát, és szemléltetem, megnyissuk a mappát, az abban lévő dolgokat majd rányomunk a program neve plusz .exe, ezt nem mindenkinek fogja írni, nálam be van nyomva, hogy lássam ezeket a dolgokat. Mindenkinek ajánlom ezt a funkciót. Na, mindjárt betűt, vagyis hát átmásolja a fájlokat egy olyan helyre, ahol már működik ez az update-es dolog. És ha utána működik a játék, akkor veszünk új kocsikat. .99 Kész. Elindítsuk, és remélhetőleg működik. Bár úgyse fog, de reménykedjünk benne. Nem. Itt magákkal a datafájlokkal lesz a baj. Habár... Aha, itt van azok a fájlok, amiknek azt hiszem írt a hibakódban. Itt van bármi fontos. Aha, ezek a fő fájlok, amik ezt a hibát okozzák.
Tehát, hogyha én most kimásolok egy működő verzióból ezt a kettőt, Ctrl-C-zem, majd átviszem őket, akkor úgy lesz jó. Remélhetőleg. Mert most lecseréltük azokat a fájlokat, amik nem működtek. De így sem. És mi van? Megnyitom a Steamet. És hozzáadom, mint nem Steames játék. Add no Steam game. Powers. E. És innen beillesz, berakom neki a... ezt. Akkor újra. Play. De ha most nem működik, akkor már csak ez a letöltött fájl lehet, de akkor majd indítok egy új streamet, mikor már letöltöttem. Vale 27 gamers, tudsz valami megoldást erre? Vagy még random indítsakassuk el ezeket a exéket. Indítsuk el a setup fájlokat. Ja, ez a Visual C++. ...nak a cucca. Minden mellékelt fájlt installálunk. Hoppa. Majd elindítsuk a V2-es game-et. És ha megoldódott a probléma, akkor GG magamnak. Nem oldódott meg a probléma, nem GG. Jön érzékelő az update-et, hogyha nem is ezt a verziót indítom? Nem. Akkor újraindítom a streamet, mikor már lesz megoldás a problémára, mindjárt jövök. Vagy valószínűleg soká. Na. Milyen baja van a gyorsgombjaimnak? Ez így nem jó. Akkor csak manuálisan látjuk.